Több mint 100 helyen találkozhatnak baloldali politikusok és szimpatizánsok. És minden ünnep más jelent mindenkinek. Így van ez a mai nappal is. Van, aki a szabad napnak és a családdal töltött programoknak örül. És vagyunk sokan, akiknek május 1-e azt a napot jelenti, amikor a munkájukból élők büszkén és bátran kiállnak, és a világ tudtára adják, nem csak léteznek, de megvan a tartásuk és az önbecsülésük is. Vannak, akik azt mondják, hogy munkásság ma már nem létezik, de nincs igazuk. Abban viszont van igazság, hogy a munkásság már nem ugyanazt jelenti, mint 50 évvel ezelőtt. Persze sok minden más sem jelenti ugyanazt, az egész világ megváltozott. Ma már nem csak a kohász, a szalag mellett álló ember a munkás, de a pizzafutár, a bolti eladó, a postás vagy a kórházi ápoló is az. Minden egyes ember, aki csak a saját munkájából tartja el a családját. Mindazok, akik félnek az állásuk elvesztésétől, akik állandó bizonytalanságban hónapról hónapra élnek. Pedig ők építik ezt az országot. És ez az ünnep az ő ünnepük. Bár manapság tény és való, nem sok okuk van az ünneplésre. De arra jó a mai alkalom, hogy összejöjjünk és beszéljünk a közös dolgainkról. Hogy mit kell és lehet tenni azért, hogy minden dolgozó ember élete jobb legyen. Hiszen nekünk, szocialistáknak az egyik legfontosabb dolgunk őértük, önökért küzdeni. És azt látjuk, hogy a jelenlegi hatalom éppen nem önökért, hanem önök ellen küzd. Mert a kormány politikájának kárvallottjai a dolgozó emberek. Minden elrontott lépésük, minden elbaltázott döntésük húsba vág. Épp a múlt héten bontotta ki Orbán Viktor a jobb kezével az újabb megszorító csomagot. A tavalyi több ezer milliárdos megszorítás után most újabb, brutális 700 milliárdos srác elé nézünk. A csecsemőtől az aggastyányig minden egyes magyarra fejenként 70 ezer forint plusz teher jut. Ha pedig csak a dolgozókat nézzük, akkor minden átlagos keresetű ember egy havi fizetését veszi el Orbán Viktor. És ezzel, barátaim, egészen biztosan nincs még vége. Mára világossá vált, hogy az Orbán kormány az adóemelések kormánya. Mert nem volt még egy olyan kabinet, amelyik ennyi adót vetett volna ki, ennyi terhet rakott volna az emberek vállára. Ez a sok adóteher tényleg ráfér egy sör alá tétre. Hát egy ekkorára igen. Na de hát nem ekkorát ígértek? Ha jól emlékszem, egy ekkorát ígértek. Ezek megadóztatják még az adófizetést is. Szó szerint. Az is neked jó, aha. Fizetni kell az átutalások után. És miközben az embereket betemetik a sárga csekkek, mit csinál a kormány? Megadóztatja a sárga csekket is. És már jön a dugódíj, a biztosítási adó, meg a telefonadó. Gondoljunk bele, minden lebeszélt perc után 2 forint Orbánéknak megy, hogy abból fedezzék az elbaltázott gazdaságpolitikájuk okozta hiányt. Mi lesz ennek a vége? Lassan már a levegővételt is megadóztatják. És ne legyen kétsége senkinek. Az újabb megszorításokat és az újabb adókat nem Európa, nem a világ, nem valami külső ellenség kedvéért kell elviselnünk. És nem is az elmúlt 8 év miatt, hanem Orbán rossz kormányzása miatt. Ez a kudarcos kormányzás felára. Ez a Fidesz hibáinak a felára. Ez Orbán Viktor dőfösségének a felára. És súlyos 100 milliárdokban mérik a kárt. A gazdagokon kívül mindenki a saját bőrén érezheti ezt. Az egykulcsos adóval minden kiskeresetű embertől elvesznek, és azt a gazdagoknak adják. És most már nem csak a munkanélküliek,
de a munkába járó, akár több műszakban dolgozó emberek se tudnak megélni. Hiába dolgozik éjt nappal át éve valaki, hogy eltartsa a családját, képtelenség kijönni a fizetésből. És ez a dolgozói szegénység. Amikor annak ellenére, hogy valaki dolgozik, egyre rosszabbul él. És a végén már azon kell gondolkodnia, hogy egyen vagy rezsit fizessen. Talán emlékeznek rá, a Fidesz ellenzékben még 1 millió munkahelyet ígért. De most nem 1 millió új munkahelyet teremtenek, hanem lassan 1 millió régi szűnik meg. Hiszen egyre többen veszítik el a munkájukat. Azt a közel 1 millió embert pedig, aki már elvesztette a munkáját, vagy nem tud dolgozni, őket megfosztották minden lehetőségtől. Közülük a fele semmilyen ellátásban nem részesül, aki meg mégis, az kevesebb segélyt kap, kevesebb ideig, alig 20 000 forintot. Hát, ennyit ér Orbán Viktornak és Lázár Jánosnak az, aki szegény. Mondják meg őszintén, milyen esélyekkel szerezhet munkát egy anya, ha nem viheti a bölcsödébe a gyermekét, mert már az állami bölcsöde is több 10 000 forintba kerül. Hová menjen egy 50 feletti nő, aki elvesztette a munkahelyét? Hogyan szerezzen állást egy borsodi falu lakója, akinek otthonától 100 kilométerre van az első szabad munkahely? Milyen kilátásai vannak annak a fiatalnak, aki nem tanulhat tovább, mert a családjának nincs több millió forintja, hogy diplomához juttassa őt? És milyen megélhetésre számíthat az a 15 éves gyerek, akit ahelyett, hogy tisztességes szakmára tanítana, gyermekmunkára kényszerít az állam, ha pedig nem elég jó a vállalatnak, utcára teszik? Ma Magyarországon egyetlen munkájából élő ember sincs biztonságban. Senki nem fekhet le nyugodtan egy átdolgozott nap után, mert másnap bárki elvesztheti az állását, minden indoklás nélkül. Minden indoklás nélkül, mert már nem védi semmi a dolgozók érdekeit. Szerintem nem ezt ígérték. Van itt bárki, vagy ismernek bárkit, aki úgy érzi, hogy Orbán Viktor azt teszi, amit ígért? Van itt bárki, akinek könnyebb lett az élete az elmúlt 2 évben? És van itt bárki, aki hisz még hazug fizetes bagázsoknak? Mert, tisztelt hölgyeim és uraim, ma már egyértelműen mondhatjuk, ezek hazudtak 2010-ben, és hazudnak azóta is folyamatosan. És sajnos ma már tényleg mondhatjuk azt, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve. Tisztelt barátaim, Orbán Viktor új osztályharcot hirdetett. És ő akarja megszabni azt is, ki melyik osztályba tartozhat, és mennyit kaphat a közösből. A felső 10 000-nek, a hozzájuk közel állóknak milliárdokat adnak, a középnek alamizsnát, az alatta lévőknek pedig semmit. A kiváltságos keveseket támogatják a többséggel szemben. Fidesz közeli cégek és emberek kapják a földeket, nem azok, akik ott helyben gazdálkodnak. Állami megrendelést a Simicska ZRT kap, nem a kis- és középvállalatok. Adókedvezményeket a gazdagok kapnak, nem a nehezen élő munkavállalók. Orbánékat csak a hatalom érdekli és a pénz. És ez nem politika, hanem politikai gengszterizmus. És ez az ő gyarapodásukhoz és 6 millió koldus országához vezet. Mert mára már 4 millió ember él a létminimum alatt, és számuk egyre csak nő. Minden negyedik pályakezdő fiatal munkanélküli, minden ötödik családban halmozódott már fel közüzemi tartozás. De ez nem érdekli Orbán Viktort. Vagyis pontosabban nem ez érdekli, hanem a foci. Annyira, hogy 14 milliárdért építenek focistadion Debrecenben. Másik 14 milliárdért újítják fel a Fradi pályát. 50 milliárdért építenek egy új pályát a Puskás stadion mellett. 15 milliárdot pedig a foci csapatok között osztanak szét. Sőt,
Ugye az állami cégek szintén úgy érzik, hogy kötelességük milliárdokat elkölteni a foci csapatok szponzorációjára. A felcsúti Maradona több mint 100 milliárdot költ a hobbiára. Mégpedig a mi pénzünkből. Tessenek belegondolni. Ennek a felét akarják megsporolni a gyógyszertámogatásokon. Mondván, hogy nincs elég pénz. Csak 30 milliárdot adtak az orvosok és az ápolók béremelésre, mondták, mondván, hogy nincsen pénz. Még lenne pénz, csak ők azt nem az emberekre, hanem saját magukra költik el. Milliárdokért alakítják vissza a Kossuth teret olyanná, amilyen a Horthy korszakban volt. Hát tényleg ez most a legfontosabb? Kövér László külön parlamenti őrsereget állít fel a saját védelmére sok százmillióból. Hát tényleg most erre van szüksége az országnak? Több mint 10 milliárd forintból állították fel a terror elhárító központot, ami valójában a miniszterelnök személyi testőrsége, és lassan egy új titkos rendőrségé növi ki magát. Tényleg erre kell elkölteni ezt a 10 milliárdot? Azt mondják, van olyan tekes rendőr, aki 1 milliót keres. Közben a hétköznapi rendőrök alig pár tízezret visznek haza, a járőr köcsikba pedig nem tudnak benzint venni. Kérdezzem, miért is nem Kelet-Magyarországon erősítik meg a rendőrséget ebből a pénzből, ahogy egyébként azt még a választási kampányban ígérték? Kormányzati reklámra is több 10 milliárdot költenek. Nyakra főre költnek tanácsadói szerződéseket a haverokkal, havi több millió forintért. Csak a kormány szóvivő volt cége, a Századvég, milliárdokat kap a kormánytól a legkülönfélébb jogcímeken. Azért, hogy havonta jól megkutassák és elmondják, hogy a Viktort mindenki szereti ebben az országban. És eközben mondják azt, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nincs pénz. Nincs pénz a tanárok fizetésemelésére, nincs pénz a háziorvosok béremelésére, nincs pénz a kórházakra, nincs pénz az oktatásra, a nyugdíjemelésre és a munkahelyteremtésre. Tisztelt barátaim! Az elmúlt két évben bebizonyosodott. Orbán Viktor kormánya embertelen. Embertelen, mert nem veszi emberszámba a munkásokat, a legnehezebb sorban élőket. Embertelen, mert tudatosan zárja el előlük és a gyermekeik elől a felemelkedés lehetőségét. Pedig a tisztességes politikának az emberekről kell szólnia. Egy tisztességes politikus olyan országot épít, amelyben mindenki ötről a hatra jut. És mi szocialisták olyan országot akarunk, ahol senkinek nem kell választania, hogy számlát fizet, vagy eszik. Ahol egy családnak, egyetlen egy családnak sem elérhetetlen álom a Tiszatóra, a Balatonra, vagy esetleg a tengerhez eljutni. Ahol aki tud, az dolgozhat, és ha dolgozik, tisztes bért kap, amiből meg is tud élni. Ahol minden családban van legalább egy kereső. Olyan országot akarunk, ahol a kis és középvállalkozók nem csődbe mennek, hanem beruházni és fejleszteni tudnak. Ahol egyetlen anyának sem kell választani a szakmai karrier és a gyermeknevelés között, hanem összetudja egyeztetni a munkáját és a családi életet. Ahol egy átdolgozott élet után nem nyomor, hanem nyugalom, biztonság vár az idősekre. Mi, szocialisták, igazságosságot, biztonságot és gyarapodást akarunk Magyarországon. Olyan gazdaságpolitikát, ami a termelő munkára épít, és nem eldobható eszköznek, hanem valóban megbecsülendő embernek tekinti a munkásokat. Ezért, tisztelt hölgyeim és uraim, az első intézkedéseink között fogjuk megváltoztatni a munkatörvénykönyvét, újra megerősítjük a dolgozókat védő jogokat, és visszaadjuk a szakszervezetek jogosítványait. Kedves barátaim! A Magyar Szocialista Párt a munkájukból élők pártja. Őket képviseljük, az ő érdekeiket védjük. És mindenkire szükség van ebben a küzdelemben.
arra az internetes újságíróra, aki nap mint nap lerántja a leplet a kormány piszkos ügyeiről, azokra az öntudatos fiatalokra, akik kiállnak a jogaikért és küzdenek azért, hogy tovább tanulhassanak. Azokra az elszánt szülőkre és tanárokra, akik elég bátrak ahhoz, hogy elzavarják azt az igazgatót, akit a Fidesz ültetett a nyakukra. Arra a kétkezi munkásra, aki több műszakban dolgozik és felemeli a szavát, mert a kormány elvette tőle a jogait és egyhavi fizetését. Arra az erős nőre, aki egyformán helytáll a munkahelyén és a családjában is. Ők mind baloldaliak. A szívük legmélyén azok. Mert nem a párttagságtól lesz valaki baloldali, hanem attól, ha felelősséget érez a saját és mások sorsa iránt. Ha nem tűri a hatalmi önkényt, a kiszolgáltatottságot és a kizsákmányolást. Ha olyan országot akar, ahol nagyobb biztonság, nagyobb szabadság és nagyobb jólét jut osztályrészül mindenkinek. Velük együtt fogjuk ilyen országgá tenni a hazánkat. Barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, az egész Orbán rendszer hazugságban fogant, és a politikai erőszak tartja életben. De mégsem erőszakkal fog megdőlni. A józanész és a tiszta szív fogja megdönteni. Az a tudat és az a hit, hogy ez a nemzet minden alkalommal lerázta magáról az arrogáns és cinikus politikusokat. Kedves barátaim, alig két év múlva ez lesz a sorsa Orbán Viktornak is. A többség már ma is elégedetlen az Orbán rendszerrel. De a leváltásukhoz ez nem elég. Ahhoz azt is bizonyítanunk kell, hogy van másik út, van másik választás, és lesz másik ország. Éljen május 1-e! Hajrá, MSZP! Nagyon szépen köszönöm!